Hogy lehet az, hogy Szodoma és Gomorra elpusztult, Ninive viszont nem? Az előző videóban elmondtam, hogy Szodomában és Gomorában nem volt annyi ember, amennyi ember ér megmentette volna azt a várost, és nem pusztult volna el. A Jónás próféta is nehezen, de eljutott Ninivébe, és megprofétálta, hogy el fog pusztulni Ninive. A ninivei lakosok a királlyal egyetemben komolyan vették a profétai szót, és össznépi megtérés volt. Mindenki zsákba öltözött, és megtértek. Ezért az Isten úgy döntötte, hogy nem pusztítja el Ninivét. Így megmaradt az a város. Isten nem egy gonosz Isten. Isten egy szerető Isten. Hozott ószövetséget, hogy bemutassa az ő természetét, és hozott egy új szövetséget, amikor a fiát föláldozta, és a Ninive annak a városnak a jelképe, hogy ez a föld is meg lesz ítélve, viszont még ki fogja hozni az övéit ezekben az utolsó időkben. Gyere ki te is. Vagy légy ninivei lakos és tér meg, vagy pedig a döntés a tiéd.